vasárnap kezdődik a nyári időszámítás, amely október utolsó vasárnapjáig tart. Az órákat vasárnap hajnali 2 órakor 3 órára kell állítani. Ezzel a módszerrel Magyarország 1980 óta spórol energiát. Március 26-ától 1 órával kevesebbet alhatunk, kezdődik ugyanis a nyári időszámítás. Vasárnap hajnali 2 órakor 3-ra kell visszaállítani az órákat, cserébe viszont később fog sötétedni. Az óraállítás célja az az energia megtakarítás, de a hosszabb ideig világító fény a közúti balesetek számát is csökkentheti. A MAVIR, azaz a Magyar Villamos Energia Ipari Átviteli Rendszerirányító ZRT közleménye szerint az óraállítás, mint az Európai Unióban 1996 óta egységesen alkalmazott módszer azon alapul, hogy március 21 és szeptember 21 között hosszabbak a nappalok, mint az éjszakák. Az órák előreállításával az ébrenlét jobban egybeesik, így kevesebb energiát kell világításra használni. A MAVIR szakemberei 1949 óta gyűjtik és elemzik a mindenkori fogyasztási adatokat, amelyekből az látszik, hogy a tavaszi óraállításkor látványosan változik az esti órák terhelése, hiszen 1 órával később kell felkapcsolni a lámpákat. Éves szinten körülbelül 100-120 gigawattórával kevesebb áramot használ a lakosság a nyári időszámítás ideje alatt, ami 30-40 ezer háztartás éves fogyasztásának felel meg, és 4-5 milliárd forinttal csökkenti az ország áramszámláját. A nyári időszámítás állandósítása időről időre téma az országgyűlésben is. A hosszabb nappalokhoz igazított időszámítás elsősorban a világítási igény csökkenésével jelentene megtakarítást, de a szabadban végzett tevékenységekre, például az építőipari munkálatokra is több idő maradna ezáltal.